Ellepték a kosárlabda fanatikusok a Városház teret szerda délután, hiszen lehetőségük volt találkozni az Arkonik Albafehérvár játékosaival. A bronzéremmel büszkélkedő csapat ünneplésére valószínűleg ilyen formában utoljára volt lehetőség, hiszen várhatóan lesznek, akik klubot váltanak. Az eseményt Cserpalkovics András nyitotta meg, aki a szurkolók, kosárlabda fanatikusok nevében is köszönetet mondott a remek szezonért. Az alapszakasz kifejezetten jól sikerült, a rájátszás pedig mindig hordoz meglepetéseket. Most az elődöntő nagyon-nagyon szorosra és most Szolnok győzelemre alakult, de utána nagyon magabiztosan szépen hozta be a harmadik helyért folytatott küzdelmet. Az Alba is lett dobogós. Tavaly ezüst után most van egy bronzérem. Ez egy nagyon-nagyon szerethető, nagyon nagy akarattal, nagyon látványos kosárlabdát játszó csapat volt, bízom benne, hogy a csapat gerince egyben marad. A város támogatását az Alba is megköszönte. Vojvoda Dávid és Simon Balázs egy minden játékos által dedikált labdával kedveskedett Székesfehérvár polgármesterének. Labda, amit mindenki aláírt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Az év játékosát is megválasztották. Nem nagy meglepetésre a közönség kedvenc magyar válogatott Vojvoda Dávid kapta az elismerést. Ezt követően a játékosok rövid beszámolót tartottak a szezonról és a nyári tervekről, majd dedikálásra, fotókészítésre és személyes gratulációra is volt lehetőség. Füreder Zoltán azt mondja, nagyon büszkék a szezonban elért eredményekre, és mindig öröm volt a játékosokat pályán látni. Így nem szerette volna kiadni az alkalmat, hogy kezet foghasson kedvenceivel. Nagyon büszke vagyok. Én szívesen jártam el a meccsekre. Nagyon örültem, hogyha nyertek, akkor is, hogyha nem esetleg, de végig szurkoltam. Hangom elment, mire végre lett a meccsnek, de nagyon boldog voltam majdnem minden meccsen. Az eseményre az Alba legnagyobb fanatikusa Levi is kilátogatott. Az Arkonik Alba Fehérvár a jövő héten jelenti be távozó és érkező játékosait.